Jó estét kívánok, képviselő asszony, most már gondolom szólíthatom így. És Bernát László vagyok, a Mérce újságírója, és arról szeretném kérdezni, bár ez most már elég egyértelmű, de hogy mégis hogyan érintette önöket ez a, hát tulajdonképpen előre nem látott mértékű szavazatarány ezen a választáson? Azt hiszem, hogy ekkora eredményre mi sem számítottuk, de azt éreztük már az elmúlt hetekben, ahogy jártuk az országot, és hát hihetetlen mennyiségű emberrel találkoztunk, hogy növekszik azoknak a tábor, akik hallják a szavunkat, akikhez eljut egyáltalán az, hogy mit gondolunk Magyarországról és Európáról, akikhez egyáltalán eljut az a hír, hogy itt van az Orbáni világon kívül egy másik világ is, és ezt éreztük, ahogy egyre többen jöttek a fórumainkra országszerte, ahogy a 36 órás kampánykörútban kisvárosokban álltunk meg, és ott is tömegével jöttek az emberek reggel 7-kor is, vagy éppen este 9-kor, attól függ, hogy éppen hol érkeztünk meg. Úgyhogy én nagyon reménykedő vagyok, szerintem erre lehet építeni. Ez egy olyan csapat, egy olyan bázis, egy olyan tömeg, amiből aztán már lehet tovább építkezni. Minket az is érdekelne még elsősorban, hogy most, hogy az eredmények azt mutatják, hogy valószínűleg Jávor Benedek nem fog bekerülni az Európai Parlamentbe ebben a ciklusban, illetve Vágó Gábor, ugye az LMP nem érte el a választási küszöböt, tehát Vágó Gábor sem fog bejutni az Európa Parlamentbe. Minket az is érdekelne, hogy önök úgy érzik-e, hogy azt a fajta markáns zöld politikát, amit ezek a képviselők, ezeknek a képviselőknek a munkássága jellemez, azt önök szeretnék-e átvenni, továbbvinni, folytatni, valahogyan kapcsolódni hozzá, van-e erre terve? Hát természetesen, de hát a múltban is egyébként a Demokratikus Koalíció képviselője rendkívül markáns klímaváltozás elleni, a multicégek túlhatalma elleni zöld politikát vittek. Éppen a Greenpeace-nek volt egy felmérése a múlt héten, ahol megnézte, hogy az európai parlamenti képviselők hogyan szavaztak az elmúlt 5 évben. És Molnár Csaba és Niedermüller Péter volt a magyar képviselők között a legzöldebb, egyébként Jávor Benedek mellett is, de teljesen egyformán. Ez a DK programjának nagyon erős része. És most közhelynek hangzik, hogy nekem is 5 gyerekem van, de szerintem mindenki érzi, hogy a klímakatasztrófa az itt van. Az nem 30 év múlva fog bekövetkezni, hanem már most nyáron is, vagy éppen most télen a szárazság idején. Úgyhogy a Demokratikus Koalíció teljesen elkötelezett abban, hogy azt a politikát tovább folytassa. És megint mondom, nekünk nem csak az a feladatunk, hogy az Európai Parlamentben keményen küzdjünk ezért, azt meg fogjuk tenni, hanem hogy itthon is minél több ember érezze, értse meg, hogy az elkövetkezendő éveknek ez lesz az egyik legnagyobb kihívása. Nagyon szépen köszönjük az interjút. Köszönöm szépen.